segítő ember jött ide ma el, hogy... Idén is megszervezték a Segíts az Angyalnak jótékonysági rendezvényt, amelyet a Kortárs Művészeti Intézetben működő kávézó vezetője, Bakonyi Ferenc nyitott meg. Mint mondta, évről évre egyre többen vesznek részt a hajléktalanok karácsonyának megsegítését célzó rendezvényen. Többen vagyunk, mint tavaly voltunk. Talán elment a híre, hogy milyen jó dolog is ez, és hogy ez a 15 év, ugye ez a 16. év, ez mennyit segített azoknak az embereknek, akiknek most is akadunk. Épp nemrég számoltuk össze, hogy ez alatt az ide alatt közel 8,5 millió forint gyűlt össze, és használtuk fel ezt a hajléktalanok karácsonyának jobbátételére. Vannak, akik minden munkát, minden család együttlétet nélkülözik. Dékány Árpád Szixtusz Zirci főapát évek óta a rendezvény mellé áll. Elmondta, fontosnak tartja az ilyen kezdeményezések támogatását. Azt gondolom, hogy ilyen helyzetben a barátok azok összefognak és nem hagyják egymást cserben. És azt gondolom, hogy az ilyen alkalmak sokkal fontosabbak, mint bármilyen más kulturális vagy ünnepi rendezvény. És hát hívő vallásos emberként ugye látszik rajtam, nem csak jelmez, hanem én valóban komolyan gondolom, hogy az egyházi embereknek pedig kifejezetten, amennyire lehetőségük ezt engedi, támogatni kell az ilyen kezdeményezéseket, oda kell állni az emberek mellé, bátorítani kell őket, nem csak egyszerűen kérni, hanem valahogy az egésznek az értelmét, a lényegét, az értékét fölmutatni, elmagyarázni, kicsit kibontani. Az eseményen ingyen adták a sört azoknak, akik legalább 1000 forinttal támogatták a kezdeményezést. Rákai Filip, tévés személyiség is a rendezvény mellé állt, még sört is csapott a résztvevőknek. Ennyi ember itt van Dunaújvárosban, és 16. éve történik itt valami, ami a helyi lokálpatriotizmusnak szerintem egy nagyon szép megnyilvánulása, hogy végre segítsünk azokon az embereken, akik ilyenkor karácsony tájékán nem annyira szerencsések és nem annyira vidámak, mint amilyenek mondjuk az itt jelenlévők. Kutya kötelességünk odafigyelni rájuk. A rendezvényen befolyt összegből meleg ételt adnak december 24-én a hajléktalanoknak.